hiszen a hosszú kapcsolattartás évei alatt bizonyítottátok, hogy többek vagytok, mint vendégek. Arra kérlek benneteket, valamint arra kérem az olasz telekieket, hogy a mai napon alai rand együttműködési megállapodásban lefektetettek, ne csak papíron maradjanak, hanem ennek legyen értelme és gyümölcse. Alakuljon ki minél több személyes kapcsolat, jobb együttműködés közintézményeink és családaink között. Próbáljunk meg minél hamarabb, minél több fiatal bevonni a kapcsolattartásba, hiszen az évek hamar tovaszállnak, és új generációváltása lesz szükségünk. Most már hivatalosan is testvértelepülésként arra kérlek, hogy kövessétek az Erdélyben zajló magyar ellenes fellépéseket, tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy pontos információk jussanak el a településetek lakosságához, és velünk közösen emeljetek hangot jogaink tiszteletben tartása mellett. Kedves polgármester úr, az együttműködési megállapodás aláírása után egy székelyzászlót fogok adni nektek. Kérlek, tűzzétek az ácsi, a magyar és az uniós zászlótok mellé. Jelezzétek, hogy szolidaritásra vállaltok a székelyekkel, és támogatok abban, hogy megőrizzük magyarságunkat. Köszönöm szépen a kedves szavakat, tisztelt polgármester úr, tisztelt vendéglátó, tisztelt ácsiak, tiszteletes urak. Hát, amikor idejöttünk először Olasztelekre, amikor először találkoztam Olasztelekkel, akkor igazából még nem tudtam, hogy hova jövök, nem ismertem a települést. Előtte jártam ugyan a környéken, de az itteni embereket nem ismertem. Úgy gondolom, hogy minden település az ottani emberekről szól, az ottani embereknek a jelleméről, hogyan fogadják a vendéget. És az első alkalommal, amikor megérkeztem, az a kedvesség és az a szeretet árad felém, mintha rég nem látott családtagjaimmal találkoztam volna itt Olaszteleken, és azóta is bármikor és bármilyen csoporttal érkezem, ez a harmadik alkalom, hogy itt lehetek önökén, mindig azt érzem, hogy mintha egy régi rokonként visszatérnék ide, és olyan kedvesen fogadnak, amilyet meg kell, hogy mondjuk, hogy otthon ritkán tapasztalunk. Az, hogy ez a nép, amely a magyar népnek ugyanolyan szerves része, elszakadt most már több mint 100 éve az anyaországtól, egy dologban biztos, hogy megerősítette az ittenieket, az, hogy az összetartás sokkal erősebb, mint nálunk. Ezt nap mint nap lehet érezni. Amikor idejövünk, azzal a kedvességgel fogadnak bennünket, azzal a szeretettel, mint a rokont, mint a barátok, és nincsen meg az a fajta furcsa nézés, amit otthon azért mindig tapasztalunk, mert sajnos már ezt az értéket otthon természetesnek vesszük, vagy nem foglalkozunk vele annyira. Mindenképpen azt kell mondanom, hogy nagyon nagy köszönet azért, hogy mindig, amikor itt vagyunk, azt a szeretetet kapjuk, azt a vendéglátást, és hát onnét jött ez a dolog, hogy újra fölvegyük a kapcsolatot, mert én amikor ácsra kerültem 2004-ben, akkor tudtam, hogy volt elég szoros kapcsolat előttem való években Olaszterekkel. Meg kell említeni Molnár tiszteletes úrnak a nevét, aki igazából elindította ezt a kapcsolatot, vagy Vitális Dánielnek a nevét, aki szintén eléggé erőteljesen ezt a kapcsolatot ápolta, és minden olyan ácsi családnak és olaszteleki családnak, akik a későbbiekben, ha ugyan pár évre ez egy kicsit vissza is esett, vagy visszaesett annak intenzitása a kapcsolattartásnak, azért családon belül mindig megvoltak ezek a kapcsolatok, és a családok egymás között nagyon intenzíven tartották a kapcsolatot. Több olasztelekivel ácson ismerkedtem meg először. Olyanoknál, akik ácsi barátaim voltak, és mondták, hogy érkeznek olasztelekről barátok, nagyon rendes emberek bemutatnak neki. Hát polgármesterként többször olasztelekiekkel előbb találkoztam, mint ide eljutottam volna. És akkor merült fel az az ötlet bennünk, hogy volt egy
határon átnyúló pályázat, hogy pályázunk már egy közös programot, hogy legyen anyagi háttere is a találkozónak, és beadtunk, meg kell említenem mindenképpen aljegyző asszonynak a nevét, aki nálunk aljegyző asszony, Anitának a nevét, aki azon volt, hogy tényleg a pályázat sikeres legyen, és hát sikerült. Így aztán azóta már többször találkoztunk, Ácson is kétszer tudtuk vendégül látni az olasz telekieket, és hát mi is most már több alkalommal itt voltunk olasz telken. Az, hogy ez a pillanat elérkezhetett, ez szintén egy pályázatnak az eredménye, a határon átnyúló pályázatnak, hogy tudjuk azt finanszírozni, hogy most éppen 39 személyre tudtunk jönni, és itt tudjuk megünnepelni azt a fontos napot, hogy alávigye a két település a testvérvárosi települést. Vardorc településsel írjuk alá, de tudjuk, hogy Vardorc település egy olyan település, amely összefogja négy települést, fog össze itt a környéken, és ennek az egyik tagja Olasztelek, tehát ugyanolyan szívélyesen és ugyanolyan örömmel tesszük ezt Vardorc községgel is, mint hogy Olasztelekhez jövünk minden évben, vagy minden alkalommal. Tehát még egyszer nagyon köszönöm mindig azt, amit értünk tesznek, mikor ideérkezünk, és ígérem, hogy a megkapott székely zászlót a városházán ki fogjuk tűzni, és ott fog lobogni a magyar zászló mellett, vagy az Ácsi, vagy az Unió zászló mellett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.